egész egy kártyapartival kezdődött. Éppen nyerésre álltam volna, vagyis nyerésre álltunk volna. Lajárral a barátommal, mindig egy csapat vagyunk, imádunk együtt játszani. Szóval raktam volna le a nyerőlapomat, amikor egyszer csak hirtelen egy hurrikán, vagy nem is, egy tornádó lecsapott ránk, vagyis azt hittük, hogy egy tornádó, de nem az volt. Egy tolvaj, aki elrabolta a barátunkat. Nagyon gyorsan kellett cselekednünk. Mit is tegyünk? Hogy kéne kiszabadítani a barátunkat? Na ekkor támadt egy ötletem. Nagyon óvatosan felpattantam a barátom után, mert hogy én egy rejtőzködő bajnok vagyok. Nézzétek csak! Na, most őszintén, ti bújtatok már el ilyen klasszú valaha is? Jajaj, kezd kiszimatolni a tolvaj, akkor gyorsan egy másik helyet kell keresnem. Ez az. Ez tökéletes lesz. Így nem fog észrevenni. Lajhár pedig teljes nyugalommal nézi mindezt végig. Akkor kezdődhet a nagy kaland. Szegény barátaink súlyos könnyeket ejtettek értünk. Már-már azt hitték, hogy többet soha nem látnak minket viszont. Hát nem mondom, hogy egyszerű volt. Szinte azt hittem már én is, hogy ezt nem fogjuk szárazon megúszni. És igazam lett. Most nézzétek meg. Hát, már nagyon elegem volt ebből az egészből, mert a barátság az ugyan barátság, de hát, na jó, ebből elég. Gyorsan összeszedtem minden erőmet és bátorságomat, és zsupsz, már lenn is voltunk. És ekkor kezdetét vette a vadvízi kaland. Szépen nyugodtan evesztünk Lajhárral, mentünk nyugodtan is, éreztük, hogy sima ügy lesz a hazaút. Amikor észrevettem, hogy korán sincs vége. Nézzétek, hány krokodil beszéltek üldözőbe. Teljes sebességre kapcsoltam. Lajhár kormányzott, és hát, ez nem volt olyan egyszerű. De már lassan partra érünk. Jaj, ne! Hova tűnt Lajhár? Ugye? Ugye nem mondjátok, hogy a vízben maradt? Jaj, ezt nézzétek! Végig itt volt, és szorosan fogott engem. Na, indulhatunk haza. Szépen nyugodtan. Már mindjárt hazaérünk, és megvannak a barátaink is. Örömújjognak, táncolnak, mikor meglátnak minket. Én egy kicsit elfáradtam, és a barátság az barátság. De ezt a kártyapartit én most kihagyom.